szeretném mindig meglátni a másik nézőpontot is, ezért nem csak baloldali, jobboldali sajtót is ugyanúgy olvasok. Valamelyik jobban felidegesít, de valamikor a másik oldal idegesít föl, mind a kettő vegyes érzelmekkel szokott nálam hatást elérni. Ahol álnév van, vagy nincs profil, azoknak a véleménye mindig hiteltelenebbé válik, hogyha egy lekövethető profilról van szó, nemhogy egy újságírónál. Hogyha források megvannak jelölve egy cikknél, az hitelesít egy cikket. Ha nincsenek források, akkor az a cikk számomra érvénytelen. Például a ti kampányotok egy elég jó példa arra, hogy mit lehet tenni a propaganda terjesztés ellen. Hogyha mész az autóval, vagy pedig utazol a villamoson, rádiót hallgatsz bármilyen csatornán, kikapcsolod. Ha elmész a szüleidhez, a nagyszüleidhez, ahol látod, hogy mondjuk megy egy olyan hír, amivel te nem értesz egyet, vagy úgy érzed, hogy egy oldalú a tájékoztatás, azonnal kapcsold ki. Vagy pedig hagyd menjen, de akkor némítsd le, és kezdj el beszélgetni a tartalomról, amit eddig hallottatok az ott ülő emberekkel. Te mit gondolsz a propagandáról? Hát nem sok jó. Mert szerintem ez az, ami tönkretesz minket, mint társadalmat, mert csak hazugságokkal operál, az emberek hazugságokat hallanak, vagy féligazságokat, amivel ugye megtévesztik őket, és nem tudják, mi a valóság. Nagyon el van sarkítva erről is, arról is, szóval nincs ez a köztes dolog. Nincs az, hogy nekem le van kommunikálva, hogy mégis mi folyik itt, hanem csak az egyik szemléletet, meg a másik szemléletet látjuk. Tehát például te elolvasol egy hírt, akkor több forrásból tájékozódsz? Egyeszteműen. És ezt hogy csinálod? Index, 444, néha rámegyek riposztra például, megnézem, hogy mit hülyéskednek, meg a 888 a kedvencem, főleg a karikatúrák. Azok a legjobbak. Aha. Nincs is lehetősége nagyon sok embernek más forrásokból tájékozódni, csak abból az újságból, amit megkap minden reggel. Házhoz viszik nekik, elolvassa, és hogyha ott csak borzalmakat lát, akkor soha nem fogja megtudni, hogy mi van azon kívül. A szórólap, amit felajánlottatok, egy marha jó ötlet, ugyanis az emberek ezt fogják, otthon kinyomtatják. Elhaladunk esetleg egy olyan újság mellett, amivel nem értünk egyet a tartalmával, fogjuk és egyenként ezeket a lapokat becsúsztatjuk az oldalakba minden egyes újságnál. Ha látunk egy embert, aki olyan tartalmú médiát olvas, amivel esetleg vitába szállnánk, szerintem nyugodtan ez a kis szórólap az megoldás lehet, hogy egy beszélgetést kezdeményez, de nem muszáj maga a szórólap, az is lehet, hogy egyáltalán szóba elegyedsz a hírportálnak a hitelességéről, a mértjéről. Szerintem nagyon fontos az, hogy az emberek először ne vitatkozzanak, hanem kérdezzenek. Kezdjét csókolom! Molnár Áron vagyok, és ezt a szórólapot odaadom ennek a kis automatának, akkor...